Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy itt vannak közöttünk. Köszönöm meghívott vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást. Köszönöm szépen Arakovács Attilának, a Demokratikus Koalíció külpolitikai kabinet vezetőjének, hogy megszervezte ezt nekünk, és lehetőséget biztosít erre az eszmecserére. Clausewitz jól ismert mondásával kezdeném, mely szerint a háború a politika folytatása más eszközökkel. Hát némileg parafrazálva ezt a szöveget mondjuk azt, hogy a külpolitika pedig a belpolitika folytatása az országhatárokon kívül. A kül- és belpolitika maga természetes módján összekapcsolódik, a mindkettő közös természete és alapja a nemzeti érdekérvényesítés, mert egységes világszemlélet, történelemszemlélet, kultúra és eszközhasználat jellemez. Azaz, amikor külpolitikáról beszélünk, akkor természetesen ugyanannak a gondolkodásnak, világértelmezésnek egyfajta kivetülésről beszélünk, mint ami megjelenik a szóban forgó kormány belpolitikája. Ha érteni kívánjuk a mai magyar kormány külpolitikáját, akkor elsősorban azt a világszemléletet kell megértenünk, ami ezt a kormányt jellemzi. Nem állunk túl nehéz feladat előtt, mert a miniszterelnök egyre nyilvánvalóbb, egyértelműbb módon határozza meg saját világlátásának, történelemszemléletnek alapjait. Ennek középpontjában egy sokunk számára meglehetősen fura, elfogadhatatlan tételmondat szerepel, aminek középpontjában a nyugat hanyatlása szerepel. A nyugat hanyatlása gazdasági, történelmi, morális értelemben és tagadása a nyugati demokráciák működési, szemléleti alapjának, amelyből aztán származik az illiberális demokrácia eszméje, a jogállam, a fékek és ellensúlyok gyakorlatának, elvének tagadása. Hát nézzük akkor sorban. Meglehetősen fura dolog akkor hanyatló nyugatról beszélni, amikor a világ a gazdaságának nagyjából felét a transatlanti közösség, az Európai Unió, az Egyesült Államok, Kanada a legfelettebb országok adják. Ennél még drámaibb az előnye ennek a politikai kulturális közösségnek, hogyha a tudományos teljesítményt nézzük, a kulturális javak előállításában betöltött szerepét ennek a világnak, hogyha pénzügyi informatikai szolgáltatásokban nyújt látható túlsúlyát, vagy hát éppen rátekintünk a migrációs térképekre, és megnézzük, hogy honnan, hová vándorolnak az emberek önszántukból. Nyugaton van migrációs nyomás, az emberek, ha tehetik, akkor nem kelet felé, hanem nyugatra vándorolnak. Mindezzel szemben a keleti szeleket váró miniszterelnök egy olyan egyre inkább birodalmi ambíciókat tápláló hatalom szövetségeseként kívánja meghatározni önmaga és az ország helyzetét és szerepét, amelynek mondjuk a gazdasági ereje nagyjából egy huszada a nyugat erejének. Hogyha az előbb igaz volt, hogy mindegy 50%-a a világ jövedelem termelésének a nyugathoz kötődik, akkor tegyük hozzá, hogy valahol 2-3% között lehet a mai Oroszország jövedelem termelő képessége, és akkor nem megyek bele azokba a gondokba és bajokba, ezt gyanítom, hogy Eszbíró Zoltán helyettem részletesen meg fogja tenni, amelyek ugyan a múltban gyökereznek, de amelyek mostanra válság közeli helyzetbe sodorják Magyarországot. Az elmúlt napok egyik sok visszhangot kiváltó érvelése szerint a miniszterelnök szellemi renyhességre hivatkozik akkor, amikor ő szerinte Európa átvette a hatalom megosztás Amerikában született eszméjét. Hát, ha itt valakinek szellemi renyhességgel kell szembenézni, akkor nem az európai világ, hanem maga a miniszterelnök. Hát nyilván soha nem hallott Tocqueville-ről vagy Montesquieu-ről, hogy csak a legismertebbeket fogalmazza meg,
arról a két nagy európai gondolkodóról, aki részben az amerikai demokráciáról, részben pedig a hatalom megosztásának elvéről történelmi jelentőségű esszéket, tanulmányokat, könyveket írtak. Nincs illiberális demokrácia, mert a demokrácia maga a szabadság. Ugye annak tudomásul vétel, hogy sokfajták vagyunk, még akkor is, hogyha különböző csoportokat, akár nemzeti közösségeket alkotunk. A demokrácia pedig semmi más, mint annak tudomásul vétele, hogy bármilyen fajta közösség az egyének, különböző véleményének, álláspontjának, nézetének, ízlésének, hitének, tiszteletben tartására épül, és szabályozott kereteket ad ahhoz, hogy újra és újra fogalmazza meg önmagát. Amikor azt mondjuk, hogy kell, hogy legyen egy egységes történelmi és világszemlélet, kultúra, moralitás a politika mögött, akkor, amikor a demokratikus kultúráról beszélek, akkor a verseny és az együttműködés egyensúlyáról beszélek. Ahogyan hiányzik a miniszterelnök gondolkodásából hazai terepeken is e párosból az együttműködés kultúrájának elfogadása és gyakorlása, ahogyan háborús logika igazgatja a miniszterelnök egész tevékenységét, ugyanígy barát és ellenség nagyon egyszerű dihotómiájában látja a világot, és fura módon egyre inkább az ellenséget a nyugati oldalon tartja, ott látja, barátokat pedig keleten keres, ami élesen szemben áll nem csak Magyarország mostani nemzeti érdekeivel, hanem szemben áll az utolsó legalább 200 év magyar progresszív törekvéseivel. Mondhatták, hogy őrült beszéd, ez igaz, de ha már azt mondjuk, hogy őrült beszéd, akkor folytassuk Poloniusszal, hogy de van benne rendszer. Nem politikai riválisai vagyunk a miniszterelnöknek, hanem történelmi értelemben szemben állunk mindazzal a mentalitással és gondolkodással, amit ő képvisel. Ennek a külpolitikának az a következménye, hogy nagyjából az utolsó 30-35 évben, a 70-es évek közepétől, 80-as évek elejétől számítva Magyarország soha nem volt nemzetközileg ennyire elszigetelve. Csak az 1956-ot követő nemzetközi elszigetelődés és nyomás volt ahhoz hasonlítható, amitől most Magyarország szenved, és utána teljesen világos, hogy az új világrend, a partnerség világrendje, az együttműködés világrendje, a háborús logika eredményre, sikerre nem vezethet. Ami pedig hát szintén leginkább majd Eszbíró Zoltán barátunk témája lesz, jól látszik az elmúlt hetek fejleményei alapján, hogy az Oroszországgal kötött stratégiai szövetség alappillérei megbuknak, és éppen bukófélben vannak. A déli áramlat történetét önök ismerik, és talán éppen egy tegnap adott interjúban a de facto miniszterelnök Lázár János elsőként talán maga is azt mondta, hogy hát bizony-bizony Pakssal is baj lehet. Ennek a kapcsolatrendszernek a legfontosabb, legszilárdabbnak hit pillérei fognak kidőlni a következő időszakban, de közben legalább egy megjegyzés persze önöknek kell, hogy tegyek. Hát csak azért is, mert a keleti nyitásnak az a politikája, amelyet tökéletlen tökére visz most a miniszterelnök, az nem vele kezdődött. Első kormányzati titusában egyetlen egyszer sem látogatott el Moszkvában. Harcos, antikommunista ideológusként a maradék kapcsolatokat is megszakította a továrisi Konyec antali jelszójegyében. Aztán az anti-orosz politikusból most az elmúlt időszakban nem csak ő, hanem egész tábora Magyarország legorosz barátabb politikusává vált. De akkor kérdezhetnék, hogy jó, de mit mondunk akkor Megyesi Péterre, és mit mondunk Gyurcsány Ferencre, aki egyébként a keleti nyitást megcsinálta. Ne tagadjuk el az érdemeket Megyesi Pétertől, mert ővé volt a kezdeményezés 2002-ben. Moszkvába látogatott, Pekingbe látogatott sok év után először. Delhibe látogatott, nyitott sok-sok hosszú év elszigetelődése után.
Én lényegében csak ezt a politikát folytattam, azt gondolom, hogy helyesen. Hogyan van akkor az, hogy mi azt mondjuk, hogy helyes volt az akkor, most meg nem helyes? Hát erre a kérdésre mégiscsak válaszolni kell, azt gondolom. Annélkül, hogy részletekbe mennék, két-három momentumra hívnám fel összesen a figyelmet. Elsősorban is arra, hogy hogyan változott meg Oroszország helyzete és megítélése nagyjából 2001-12 fordulójától kezdve. Emlékeztetnék mindenkit, hogy nagyjából eddig az időszakig Oroszország és Európa között széleskörű, intézményes együttműködés valósult meg, partnerséget épített Európa Oroszországgal. Emlékeztetik mindenkit, Obama elnök első megválasztását követően tett megjegyzésére, ahol azt mondta, hogy reszetelni kell, újra kell indítani az orosz-amerikai kapcsolatot, egyfajta új partnerséget kínált. Ebbe a politikába illeszkedett be mindaz, amit a magyar külpolitika Oroszországgal kapcsolatban tett, és mi magunk is folytattuk. Orbán akkor azt a magatartást, amely szinkronban volt nemzetközi szövetségeseink és partnereink magatartásával, legalábbis stratégiai értelemben elutasította. Amikor pedig fordult a világ, alapvetően a 2011. decemberi Duma választás és 12 tavaszi elnökválasztáshoz kötődő nyilvánvaló csalások és az azt követő alapvetően nyílt represszív orosz magatartás követően, akkor ezt Orbán nem veszi észre, sőt, tovább megy az elfogadhatatlan úton. A 2014-es Putyin nem azonos a 2007-es-2008-as Putyinnal. A 2014-es Oroszország nem azonos a 2009-es-2010-es Oroszországgal. Ez természetes. Változik az országok szerepe, az országok vezető politikai, külpolitikai megfontolása. Az Orbán kormány azzal, hogy éppen ellentétes irányba mozgott, mint szövetségeseink, barátaink, közvetlenül járult hozzá saját maga elszigetelődéséhez. Kinek van itt ebben kurt szerepe, hogy mi fog történni a következő időszakban? Először is azt állítom, hogy a külső és belső elszigetelődés ennek a kormánynak növekedni fog. Azt gondolom, hogy úgy látszik, hogy beakadt nálam Lázár János ma, megint rá kell hivatkozzam, háborús politikát vizionál ő maga is 2015-re. Én nem szeretem ezt a fajta retorikát, mert nem kívánok Magyarországnak sem belföldön, sem külföldön háborúskodást, de hogy konfliktusokkal, nemzetközi és belpolitikai konfliktusokkal teletűzdelt évnek nézzünk elébe 2015-ben, ebben biztos vagyok. A kulcs szereplő külpolitikai értelemben Németország. Nincsen kétségem afelől, hogy mindaz az önök által is látható, érzékelhető nyomás, amely Orbán kormányára nehezedik az Egyesült Államok irányából, ennek egy sokkal kevésbé látható, de legalább annyira intenzív vagy intenzívebb része a német kormányra hat, annak érdekében, hogy a német kormány változtassa meg eddigi alapvetően távolságtartó helyenként megértő politikáját, amelybe persze belefér, hogy a kormány szociáldemokrata tagjai élesen kritizálják Orbán kormányát, kereszténydemokrata tagjai pedig többé-kevésbé megértést mutatnak. Hogy mi történik ezzel a kormánnyal, külpolitikai értelemben az nagy részt azon múlik, hogy Merkel kancellár végül milyen álláspontra jut. Nem véletlen, hogy nem csak azért van kiemelt jelentősége a február 2-ára tervezett kancellári látogatásnak, mert őszintén szólva egészen drámai, hogy mennyire elkerül bennünket mindenki, és ma már annak is kell örülni, hogy egy befolyásos európai ország vezetője éveket követően eljön hozzánk, hanem azért is, mert minden bizonnyal akkor el fog dőlni évekre, hogy mi lesz a német kormány hivatalos Magyarországgal kapcsolatos politikája. Jól teszik a magyar demokraták, a magyar civilek, hogyha különböző eszközökkel elmondják Németországnak, hogy ők mit várnak ettől a látogatástól, hogy milyen nyilatkozatot szeretnének Merkel asszonytól hallani.
Van-e külpolitikai korrekciónak lehetősége, hogy a szövegem végéhez közeledjek? Azt kell önöknek mondjam, hogy szerintem nincs. Nincs, mert amivel szemben állunk, azok nem kisebb-nagyobb külpolitikai hibák vagy tévedések. Ahhoz, hogy a külpolitika változzon, ahhoz Orbán rendszerének egészének kellene megváltoznia. Ahhoz, hogy a külpolitika változzon, ahhoz ennek a történelmi és világszemléletnek kellene megváltoznia. Ez viszont ennek a rendszernek a lényegét illeti és érinti. Ezt pedig megváltoztatni csak úgy lehet, hogyha Orbán bukni fog. Ezért aki másfajta magyar külpolitikát szeretne látni a dolog érdemét illetően, nem nagyon van más választása itthon és külföldön, nem összeesküvőkként, hanem Magyarország javát szolgálva, hogy azt kívánják, hogy minél előbb bukjon ez a kormány, tudják, hogy a mi álláspontunk az, hogy a demokratikus ellenzék nagy egyesítő közös célja az előrehozott választás elérése lehet. Mert hát mit lehet tenni, mi az igazi dilemma, és hogyha már korábban a Hamletből Poloniust idéztem, akkor maradjunk a híres monológnál a második sortól, vagy remélem a harmadik felvonásban, akkor nem esbe-e a lélek, ha a bűn, ha tűri balgán balsorsát, minden nyűgét, snyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Hát akkor mi is történjen? Megpróbálni kiszállni és nyalogatni sebeinket, vagy megküzdeni? Ez itt kérem szépen a kérdés. Csak azt tudom önöknek javasolni, hogy merjenek és akarjanak megküzdeni. Köszönöm szépen!